Na, szervusztok! Érkezett a csomag az Amazontól. Én már tudom, mi van benne. Meg ki is van írva az a címe. Mondjuk ki. Igen, jól látni. 2 OCZ Toshiba. 240 gigás. Miért OCZ? Mert néztem, hogy a különbség... Mi volt a dobozban? Néztem a különbséget a Samsung és az OCZ között. Tényleg csak ilyen 20 euró volt. És tudjátok, hát aki látta a build playlistemet, hogy csinálom az új PC-t, az tehát fehér alapja van az egésznek, tehát a tronra alapoztam az egészet, hogy ilyen fehér-fekete átütés legyen. Ezért kellett egy olyan SSD viszonylag jó, ami fehér színárnyalatban pompázik, lefújni nagyon nem akartam Samsungot. Úgyhogy ezért lett OCZ fehér, mert csak ez volt fehér. Van Intel is, de az inkább szürke, az ilyen ezüst szürkés is. Én tényleg fehérre pályáztam. Na, de mindegy, mi van ráírva, mit kell róla tudni. SATA 3-as, tehát 6 GB per second, de kompatibilis a 3 GB per secondos SATA-val is. 2,5 inch, tehát a pici tényleg apró, ekkora lesz, amikor kivontom. 7 mm. TLC NAND flash memória. Trim support, 3 év garancia. Ez van ráírva. És akkor mondjuk ki. Sikerül beleszúrni, úgy. Egyik. Van benne, hát a elérhetőségek a garanciáról, ezek a másikat is. Vajon ebben mi lehet? Nem ugyanaz? Nézzük meg ebbe is mi van. Ebbe is az van benne. Most meg itt vannak ezek a kis lapok még hozzá. Ez alatt is itt van, igen, ugyanaz. És szedjük ki a kis kártákat. Ezek tényleg nagyon aprók. Ennyi az egész tényleg. Kis ezüst alapon. Itt is rá van írva Toshiba, 240 giga, stb. Stb. Nagyon szép, pici, apró. Itt is, hát persze, hát a kimenettel SATA, stb. Ennyi lenne az egész, hogy itt van, lássátok, ez egy iPhone 6-os, hogy ilyen pici. Tényleg nagyon apró picike, de hát már láttatok, már gondolom SSD-t, nem ez az első, hogy láttok ilyet. Na, de én, mivel nem készültem, itt van. Szóval SATA 6 GB per second, olvas 550 MB per second-dal olvas, igen, és 530 MB per second-dal ír. IOPS-ben 4K-ban tud olvasni, 85K-ban, 85K Thingspumstar ír, olvas, 80K. Megint ír 80K. Aztán TLC. Igen, persze Toshiba, stb. Stb. Na, azt írja, hogy 1,5 millió órára van. Hát annyira van szabva az egész. Protokoll az akci, persze nem probléma. És 0,44 wattot.
generál, tehát annyi kell neki Dérlaufba, hogyha csak úgy van be van kapcsolva a rendszer, és nem dolgozol rajta. Tehát Samsung után nekem tényleg ez volt az, ami, na, jobb nincs, tényleg nincs jobb Samsungnál. Samsung után van ez. Aztán még vannak még a HyperX is nagyon jó, amit tudok ajánlani. Gáz is fekete. Szóval Fehér OCZ, Solid State Drive, ez a TL100-as verzió, a Toshiba-tól. Így lesz 480 gigám, amiből persze lemegy majd egy pici a szisztémnek, mert ami a házban van most, az új házban, fekete Samsung, az megy át a laptopra. Mert abban már nem lehet mit csinálni, tehát így várni kell így, hogy mi van, betöltöttél már. Na, ennyi volt az unboxing, remélem tetszett, szervusztok!